Sziasztok, köszöntelek benneteket, tartsatok velünk, nézzétek meg a Chevy Captivánkat, amit meg szeretnénk nektek mutatni, ugye közelebbről egy kicsit, meg menet közben is. Eljöttünk megnézni visszafelé menetben, hogy hogy viselkedik a jármű, de először még nézegessük meg, hogy mit ajánlunk először is nektek. Amit biztosan tudunk, hogy valaki 2012. december 12-én vett át az autót. A színe az egy gyöngyház fehér metál szín, a motorja az egy 2.2-es dízelmotor, ami 184 lóerős. A személyek száma tekintően pedig, amit elvihet benne az ember, az pedig 7-es darab, tehát egy nagy, tágas családi autó, vagy buli autó, nekünk mindegy, tehát 7 darab személyt lehet ugye benne szállítani. Normál, szép járású dízelmotor, én ott becsukom. Nagyon szép lámpatestek vannak benne, mindegyik hibátlan állapotú, szép a kromozása itt elől, és jól áll ennek az autónak ez a gyöngyház fehér szín. A kerekei azok kontinentál gumik és gyári Chevy jellel ellátott alufelnik. Megpróbálok elférni a járda mellett. Nagyon szép vonalvezetésű, tetőkorlátos, vonóhorgos a jármű, tehát lehet ide ráakasztani komolyabb súlyt is, hiszen egy erő van benne, súlya van a járműnek, tehát nagyon könnyedén tudunk vele húzgálni nagyobb dolgokat is. Mondjuk a hajónkat, az lenne a legjobb különben. Mint látjátok, itt hátul nem nagyon használták, látható, hogy ugye újszerű, és félbőr kárpitos az egész. Ledönthető ülésekkel rendelkezik, tehát így fogjuk is, eldöntjük, és már is vízszintes felület alakul ki. Mind a kettő ezt meg tudjuk csinálni. Megmutatom mindjárt, hogy lehet ide beszállni különben. Benne van a defektjavító szett is. És lecsukjuk ezt a hátsó ajtót, és megnézegetjük akkor a belsejét egy pillanatra. Elment egy autó. Tehát díszítés nagyon mutatós, benne egy fekete csillogó anyag, elektromos ablakok mindenhol, tehát elől és hátsó utasoknak is szintén. Izofixes a bőrülésünk, ami ugye lehajtható, pohártartós könyöktámaszra rendelkezik, benne a roló, hogyha valaki ugye vissza akarja tenni, ezzel a támlát tudjuk elnyitni, és ezzel a másik karral pedig kompletten ugye föl tudjuk borítani az egészet, tehát így lehet oda könnyedén beszállni. Visszatesszük. Így, és akkor megnézzük az első szekciót is. Négy darab elektromos ablak, centrál zárat találunk itt, aztán behajtható a tükör egy gomnyomásra, aztán elektromos tükrök ugye jobbra-balra, tempomatos bőrkormány, és ezen kívül még a gyári zenét is innen tudjuk vezérelni. Így néz ki az első ülése, ugye oldallégzsák, függönylégzsák, mindenhol légzsák van benne, térlégzsák az nincsen, nézzük, hogy behuppantom magamat. Így gyönyörű műszerfal, egy ilyen kis kékes és fehér háttérszíneket látunk. Tükröt visszatesszük a helyére, és 121.636 km futású a járgányunk. Cseklámpák ugye kialszanak, jó lenne tankolnunk, mert ugye egész keveset tudunk már csak menni vele, meg be kell kötni magam, 77 km tudunk elmenni. És amikor itt tartunk, akkor látjátok, digitális automata klíma, hőmérséklet mérő van kinti, tárolórekeszek benne, menet stabilizátor, lejtmenet asszisztens, a gyári rádió, szépen szól, itt a klíma, tehát itt szabályozgatjuk itt a gombokat, akkor ott fönt jelenik meg a kijelzőn, aztán hatos a kéziváltója, van itt ilyen dohányzó eszköz, elhúzható, és ott van az USB csatlakozás, elektromos kézifék, és ugye könnyöktámasz is van itt. Velem van Feri, Peti és Concerto, szevasztok! Ajajaj, mennyi minden van itt, nézegessük meg! Tehát itt van az eredeti gépkönyve, ugye itt a szervizkönyve, tavaly volt novemberben egy szervizen, mint látható, és itt visszafelé lapozgatva meg lehet nézegetni, hogy mit dolgoztak rajta. Többit elmondtam, december 1-ig van műszaki vizsgálja a szerkezetünknek. Na már most, akkor bekötöm magam, nem mutatok nektek egy légzsákot még, van itt egy sötétedő tükör, és első érzékelő is van benne, és akkor nézzük meg, hogy mit tudunk még mutatni nektek. Megvan a két gyári kulcsa a kocsinak, aztán leállítom, itt van a kezem mind a kettő, ugye,
indítsuk be, aztán menjünk vissza. Hát rengeteg lámpa kigyullad, most hadd ne soroljam végig ezt az rengeteg dolgot. Ugye ennyi biztos, hogyha az autóban megfelelően működik minden dolog, amit oda az a kis ikonok mondanak nekünk, akkor minden rendben van. Hát azt tudjuk, mint mondottuk, ugye, hogy jó lenne, hogyha tankolnék. Ezt kikapcsoltuk, és ezen kívül tökéletesen üzemel benne minden dolog, amit beleszereltek anno a gyárban. Nagy, hatalmas kocsi, érezni rajta súlyt, ahogy ülök benne és mozgatom a kormányt, hogy nem egy játékterepjáróba ültem bele, aminek nincsen súlya. Ez egy masszív, komoly autó, ami el fog húzni nektek nagyobb testű dolgokat is, alovat, ahajót, vagy amit akartok éppenséggel, és ezt mind biztonsággal teszi, hiszen rengeteg jó, komoly extra van benne, ami a kényelmet és illetve a biztonságot is szolgálja. Könnyedén váltható a váltója, és nagyon alacsony fokozatban, jobban a magas fokozatban, alacsony fordulatszámon is el tudunk haladni, akár 50-es tempóban, és tehát iszonyatos nyomatékos dízelmotor van benne. Van fogyasztásmérő is, lehet nézegetni, de én azt gondolom, hogy egy ilyen 8 liter üzemanyaggal, 8,5-re szerintem el lehet vele simán közlekedni. Hiába ilyen nagy testű a nagy vasunk itt, amiben beletettem a fenekemet. Hintett egy embernek, mert ismertük ezt az emberkét. Úgyhogy nem zörög, nem csörög, nem zakatol, nem kopog benne semmi. Tulajdonképpen ez egy utazásra kész jármű, amivel csak tényleg élvezni lehet itt a használatot. Nagyon szép, különben sötétben rendkívül jól mutat ez a kék és fehéres háttér. Feldobja az autót. Meg is érkeztünk különben, de még mennék egy kört különben, mert tényleg jó vele autózni. Szép a díszítés végig, ez a fekete szalad végig rajta. Nagyon jó kis masina, tetszik különben. Gyertek be, hogyha nektek is esetleg megtetszett volna ez a járgány, akkor érdemes benéznetek ide hozzánk, az M3 autóparkba. Hiszen egy nagyon szép kis 7 személyes Captivát mutattam nektek. Ezzel a 184 lóerős dízelmotorral. Így kell beúzni a kéziféket rajta, ez meg is történt. Meg is jelent, tehát egy jó kis nyomatékos dízelmotor. 7 személyes lehetőséggel. Tehát cipelhetjük vele a papát, mamát, gyerekeket, mindenkit, meg a haverokat is. És gyönyörű szép ez a fehér gyöngyházmetál szín. Köszönöm, hogy velünk voltatok, tartsatok velünk máskor is, nézegessétek meg a videóinkat, iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönöm, hogy nyomtak egy ilyen jelet a végére. A viszontlátásra, legyen szép napotok!